A mai nappal saját forrásból elkészült Kiskumajsának Kálvária utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésének a kiemelése. Ez azt jelenti, hogy február 26-a péntek reggeltől forgalomba helyezésre kerül, tehát a piacra érkezők és akik erre szeretnének menni, azok hajnaltól már használhatják a kereszteződést. Az elbontás valószínűleg csütörtök este fog megtörténni, a kereszteződésen apróbb javítások fognak még történni, így a tábláknak a kihelyezése, illetve az útborkolati jeleknek a felfestése. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez egy jelentős változást fog okozni a forgalmi rendben. Ezek után a Deák Ferenc utcának lesz végig elsőbsége, és a Kálvária utcán közlekedőknek kell elsőbséget adni a Deák Ferenc utcán haladóknak. Maga a kiemelés is ennek megfelelően lett kialakítva. A cél elsősorban az volt, hogy biztonságos átjutást tudjunk teremteni a Kálvária utcán közlekedő gyalogosoknak és kerékpárosoknak, viszont figyelembe kellett venni a Deák Ferenc utcának a forgalmát is. Ezért született az a döntés, hogy a Deák Ferenc utcának adunk elsőbséget, azzal, hogy ez a kereszteződés meg tudja lassítani az átmenő forgalmat. Tehát még egyszer mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy a Kálvária utcán közlekedők fognak elsőbséget adni a Deák Ferenc utcán közlekedőknek.